Újpesti fővárosi képviselők javaslatára augusztus 15-ig kell elkészíteni a terveket a Görgei utca kivitelezési munkálatainak megindítására. A felújítás 2013-ban kezdődik el. A fővárosi közgyűlés február 29-i ülésén elfogadta Budapest 2012. évi költségvetését. Nagy István és Wintermantel Zsolt fővárosi képviselők kiegészítő javaslatára a közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy a 14-es villamos Görgei utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat tervezési munkáinak befejezésével már a kivitelezési munkálatok megindítására tegyen javaslatot augusztus 15-éig. Ezzel az újpestiek egy újabb lépéssel kerültek közelebb a rossz állapotban lévő Görgei utca régvárt felújításához. Mint ismeretes, a fővárosi közgyűlés az elmúlt év novemberében a költségvetési koncepció tárgyalásakor döntött arról, hogy a 14-es villamos Görgei utcai szakaszára megkezdi az engedélyezési és kivitelezési tervek előkészítését. Eszerint a műszaki eljárások 2012-ben, a villamos vágány és az útpálya átépítése pedig 2013-ban valósítható meg. A főváros 7 éves fejlesztési tervében szereplő munkálatokra 1 milliárd 700 millió forintot irányoztak elő. A műszaki megoldásokra a tervek szerint több változat készül majd, amelyek közül az újpesti önkormányzattal történő egyeztetés után választják ki a véglegest.